Amit még nem mondtam, hogy a Csepeli Hév is itt megy. Az előbb húzott el éppen egy a háttérbe. Talán még ott látszik, már nem látszik, mert a hévtöltés egy picit odébb van. De ha már itt vagyok, akkor kezdjük a kilátással. Van mit nézni, azt hiszem. Ott a háttérben a Dunapart, előtte van egy ilyen ezért, egy betonút. És szerintem az a híres neves Euroveló bicikli út az, ami úgy nagyjából ott valahol arra van. Ott. Hát ugye azt kinevezték annak, mert miért ne, ameddig. De hát azért messze nincsen készen, mert az úgy néz neki, már nem tudok beszélni sem, mert tudom, hogy fúj a szél kurvára, szerintem a szélzaj is bele fog játszani, de így az Euróvaló 6-os biciklőút az igazából arról szólna, hogy végig a Duna mentén biciklizhető legyen, és hát ebből elkészült ott egy szakasz, mondjuk itt Budapesttől Szentendréig, meg tényleg talán Visegrádig, nem is tudom meddig, hát a Duna kanyarig ki van építve. Sőt, annál picit tovább is. Vigo Gostown. Ez egyébként szintén ez csak egy ilyen nagy Rip to my jaut. Hát, na ezt fejtse meg, aki akarja. Az értelem csodákra képes. Na hát ez... Igen. De a fű se rossz. Még abban is igaza van. Ide is van valami írva, majd mindjárt azt is elolvasom. Szóval szerelem az kaja. Nem biztos, hogy mindent meg tudok itt fejteni. Na, hol van? Helyedre. Van egy graffiti. Na, és ott megy valaki. Azt nézzétek. De ők nem hiszem, hogy ide jönnek, csak kíváncsiak. Elhúzott egy gyesebb Taurus, gyesebb kocsikkal ott a háttérben, de na nézzük csak ki. Aha. Hát ide most nem mászunk ki. Majd egyen följebb a tetőre, ha lehet. Hát ha nem lehet, akkor nem ide, mindig visszajöhetek. De innen azt jelentem rálátni a csarnok tetejére. Számítom, hogy toljak egy éli adásra tetejére, én inkább nem fogok. Do you miss me like I miss you? Szabi fap. Két cukor molekula jól oldódik könnyen. Hát... Fejtse meg, aki akarja. Nekem így hirtelen nem sikerül. Hiú, na mi ez? Hívjátok. Na, itt vannak a telefonszámok, hát aki akarja, hívhatja. It's or BNA Joe. All good, ez az. És megerősödött a szél is egyébként. De majd itt erre a perem, de mindjárt kimegyek, aztán csinálok ott egy képet. Hardcore, na ezek már így egész fofás kis
üzengetések. És akkor ugye itt már rá lehet látni a... De, hogy valószínűleg ott a tűzlétrán mehettek föl. És az üzeneteket úgy írogatták föl rá, de... És itt ez a csarnok teteje, és már ott már fa nő a tetején. Azt nézzétek itt a tetőt. Nem kicsit gyengült már meg a födém. És van ott jön. Azt nézzétek el, hogy ez. Na, jár csak. És meg vagy. Elkútvasult fotókban jó lesz. Trénhangarisaurus. És egy hosszan kígyózó tehervonat. Hát akkor ide ki lehetett jönni, nem gond nélkül, és akkor itt megint csak meg tudom mutatni a csarnok tetejére írogatott dolgokat. Na, és már akkor visszaállítjuk szerintem autóra. Ez egy kicsit nehezebben. De csak eddig jutottak beljebb, már ők sem mertek menni érthető módon. Ott megint megy a déli összekötőn egy tehervonat. Hát nem tudom, mennyi látszik belőle. Azért én megpróbálok rá menni. Ó, valami fehér mozdony viszi szerintem valamelyik. Lehet, hogy valamelyik webtron. Azokból van fehér. Fehér Taurusból tudtam, hogy csak az AVT-nek van, de az már nem járkál be hozzánk. De addig is meg tudom mutatni a kilátást. Ott a Tesco szembe. Ott a Soroksári úti Obi. Még mindig a vasút. És itt meg maga a vásárcsarnoknak, itt meg maga a csarnok. És arrafele van ugye Soroksár, meg Pest Erzsébet. Na, és akkor húzzunk vissza. Meg a MÁV hangos bemondója is ide hallatszik. Tehát az utolsó előtti emeleten vagyunk. Igen. Szép. Na jó. Utolsó előtti emelet kivégezve, vagy nem, ez már az utolsó. A faszt! Van ott még egy emelet, csak kiszakadt a lépcső, de már nem lehet fölmenni. Hát ez így, na, szívás. Hát, igen, mert itt még kéne lennie még egy lépcsősornak.
de azt így eltüntették. Ugye a lift is följebb ment. Nem. A liftatna is csak eddig tart. Akkor az a legfelső. Maga a liftatna. Hát a liftet azt már elvitték innen. Ne, ugye a legutolsó szint, de oda nem lehet fölmenni. Úgyhogy most innen mutatom be a kilátást. Ez a legmagasabb pont, ahova még ki lehetett jönni. A tető. Ugye, ott ilyen kanyargós úton is be lehet ide jönni. Azt már az előbb elmondtam, hogy mi is oda. Most megpróbálom túl kiabálni a szélzajt is. De például ott a lágybányosi híd egész jó. Ezért jól látszik meg mellette a déli összekötő vasúti híd. És akkor itt a családnak majd oda is be fogok menni. De ugye ott oldafele már nincs több lépcső, és nem lehet oda kimenni. Kiszakadt a lépcső. Úgyhogy ugye akkor ennyi, és akkor vissza is mászok már. Eredett most az eső is, most még csak szemel ki, ugye nem esik nagyon. De a szél is föltámadt, és nagy a szélzaj. Úgyhogy most azért beszélek így, hogy halljátok. Úgyhogy ugye akkor vissza kell mászni. Oké, menjenek, megmutatjuk. Az ott a kilátás. És ugye ott a tetőre nem lehet már kimenni, mert ugye kiszakadt ott a legfelső emeleti lépcső. De ez a legmagasabb szint, ahol föl lehet jutni. És ide sem voltam egyszerű. Úgyhogy ha valaki ide föl akar jönni, akkor tényleg nagyon óvatosan és a lépcsőkön vigyázva, meg fönösen a lába elé nézve. Egy-két ilyen kiszakadt a födém. Na, meg jön egy vonat. Ja nem, ez nem van, az a Csepeli hév. Ja, de ott megy egy mozdony. Itt egy DB-s transzmontálna. Úgyhogy, most már... Akkor most már lefele. Látod, na, tehát tessék, nézzétek meg, hogy... Oda lehetne még, tehát az a legfelső szint, a tető, de oda már nem lehet fölmenni.